Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jogi bizottság ülésén megjelenteket, bizottsági tagokat. Jegyzőrat, hatóságköztervezetőnek, és valamennyi meghívott jelenlévő vendéget. A bizottsági tagok megkapták a napirendi pontokat előzetes egyeztetés alapján. Az 1-es és a 6-os napirendi pontot javasolná a jegyző úr, illetve a jegyző úr, hogy vegyük le a napirendi pontok megtárgyalásának a listájáról, tekintettel arra, hogy az 1-es pontban jogszabályi helybe ütközik a napirendi, a javaslat, és ennek okán ugye a dokumentumok jóváhagyása lenne a 6-os napirendi pontba, tehát okokozati összefüggés van a két napirendi pont között, és mert az első így annulálja a 6-os. Tehát én ezt javasolnám így ennek fényében akkor ezeket levenni, és tekintettel arról, hogy van egy zárt ülésen elbíráló napirendi pontunk, én ezt javasolnám, hogy akkor ezt itt az elejére gyorsan megtárgyalnánk, és akkor addig a többi vendégnek se kell akkor itt addig fenntartani vagy fenntartani az idejét, és akkor én ezzel javasolnám, bocsánat, és akkor még itt lenne ezek a plusz egyebek napirendi pontjában lenne ilyen, hogy előterjesztés a falugazdászok elhelyezése tárgyában, illetve előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 29/2013-as önkormányzat rendelet módosítása tárgyában, továbbá előterjesztés a Kiskunfélegyházi Batthyány és Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába történő további önkormányzati delegálás tárgyában, valamint ez lenne a zártérés, tehát több nincs egyébként napirendi pontba felvéve. Ja, és még a Marcin Csabától érkezett egy olyan kérés, hogy az ő 18-as napirendi pontját sorolnánk be, az ártülés után közvetlen első napirendi pontként. Dósi Bencnek megadom a szót. Köszönöm, bárjuk, hogy tisztelt bizottság, javasolni szeretnénk, hogy a 11. napirendi pont kerüljön le a napirendi pontok közül, és ne tárgyaljuk. Jó, a bizottság majd eldönti. Tehát akkor ezt külön tegyen föl szavazásra, vagy egy... Most gondoljál. Módosítóval együtt fogadjuk el a napirendi. Jó, jegyzőnek felelő a szót. Köszönöm szépen. Tekintet arra, hogy mulasztás következne, de hogyha most sem módosulna a szabályzat. Én úgy gondolom, hogy külön tegyek fel esetleg szavazásra, hiszen itt legalább látszik, hogy ki az, aki nem kívánja elfogadni a napján, pont, hogy is ki az, aki igen. És így tudom én is, hogy jegyzők egy fölveszelési hatóság. Köszönöm. Jó. Akkor első körben föltenném szavazásra azt, hogy akkor az 1-es, 6-os le legyen véve napirendi pontról, illetőleg, hogy a 3-as napirendi pont legyen utána az első napirendi pont, és utána pedig a 18-as, a 2-es. Aki ezzel együtt ért, kérem szavazzon most. Egyhangulag elfogadta ezt a bizottság, és továbbá akkor Dósai Bence javaslatára, akkor szintén szavazásra bocsátom azt, hogy a 11-es napi rendi pont, miszerint a közbeszerzés, tehát a Kiskunfélegyház a Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása tárgyában történő előterjesztés a bizottság a mai nap ne tárgyalja. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. 3-1 tartózkodás mellett akkor is levette a bizottság a napi rendi pontjáról ezen napi rendi pontot is. Jó, akkor zárt ülés. Jó, akkor folytatjuk rendes medrében bizottság ülés, nem tudom, esetlegesen arra megtennék, hogy szólnál a kintieknek, akik érintettek ezt, mert most a Marcini Csaba féle polgárőr egyesülettel kapcsolatosan. Csak Marcini Csaba jöjjön. Szervasz Csaba. Szia. Szervasz. Szia. 18-as. Ügyes volt. Hallottam, hogy mentél meg dicsértek? Igen. Oké. Mi jó?
ez biztos. Szakmai kezdés. Ja, jó van, oké, csak azon nem látom. Jó, akkor a következő napirendi pont, a 18-as napirendi pont, előterjesztés a szakmaközi művelődési eszközt egyesülettel és a Petőfi Sándor Polgárőr Egyesülettel 2014 évi együttműködési megoldás megkötése tárgyában. Ez a... Ez nem az. Köszi. Csak az a testületi sorszáma volt. Jó, tehát itt az a lényeg, hogy ezek a szerződések 2014. február 28 napjával lejárnak, és akkor gyakorlatilag ugye mind a két egyesület kérelemben fordult ennek a megújítására. Itt gyakorlatilag a szakmaközi művelődési ház közhasznú egyesülettel kapcsolatosan. Ja, itt a jól, csak keresem a szememmel a vezetőrat, vagy igazgatórat, hogy ugye gyakorlatilag a jogfolytonosság fönnáll az egyesület és a Petőfi Sándor Polgárőr Egyesületnek lenne észrevétel, amit itt a bizottság előtt kiosztok, gondolom a bizottsági tagok is megkapták. Tehát, hogy a megalkodás jogi alapjában felsorol három jogszabályt, amely ugye a polgárőrségről szóló 2011 évi 165-ös törvénnyel van kiegészítve, tehát azért nincs benne. És ugye az egyesület kötelezettség vállásában ugye az 5-ös pont helyett, tehát a 100x100 biztonság mintaprogramot tovább folytatja 2014 évben, illetőleg ugye az alsó és felső temető figyelő jelző szolgálata és alkalmi őrző védő szolgálat ellátása, ugye ez minden szentek és halottak napjára vonatkozó része lenne. Ami űrpontként bekerülne, az a 11-es pont, és itt jelző úrral gyakorlatilag, mielőtt még itt elkezdtük volna ezt tárgyalni, gyakorlatilag ez a része, hogy az alapvető működési feltételének biztosítása az anyagi támogatást nyújt. Itt jegyző úr elmondta, hogy ugye pályázati kényszerben van az egyesület és az önkormányzat egymással történő finanszírozása kapcsán, tehát konkrét összeget, költségvetési sort nem tud megjelölni az önkormányzat, azonban, hogyha az egyesület pályázik, és az olyan tartalmas, az önkormányzat pozitív elbírálásáról tudja esetleg biztosítani az egyesületet, hogy ilyen finoman fogalmazzak, hogy hát gyakorlatilag azt se lehet mondani, hogyha bármikor pályázatot nyújt egy egyesületbe, arra mindig megkapja arra kért összeget, csak inkább itt a pályáztatási kényszerről volt itt a szó, és inkább ezt kellene ezt a mondatot rendbe tenni. Hogy szólna az a mondat? Majd mindjárt viszont jegyző, és gondolom megmondja. Önkormányzat által kiírt pályázatot nyújtott be. Igen, de abban azért nem lehet beleírni azt az önkormányzat részéről, hogy bármilyen pályázati igény esetén arra pozitív elbírálást tud biztosítani, mert ugye ez összeg, feltételek és minden. Tehát ez gyakorlatilag úgy tűnik, mintha a polgárőrség és mint a kvázi régi banki szerződések, hogy csak kötelezettség van és csak jogosultság, a polgárőrség illetőleg az önkormányzat részéről, tehát ez nem így nézne ki, de azon azt mondja, le nem szabad írni, le nem lehet írni egy határozott tervezetben, vagy egy együttműködés megállapodásban, hogy bármilyen anyagi támogatást kér, akkor a szakmaközi művelődési ház is mindig csak tolná be a igényeket a megvalósítandó feladatokra, és az önkormányzat meg egy olyan kötelezettségre vállalna, olyan kötelezettséget vállalna, ami nem biztos, hogy teljesen kötő a számára. Bocsánat, nem tudom, bizottsági tagok részéről kérdés észrevétel van-e, hogy ezekkel a módosításokkal gyakorlatilag a jogi alapok ugye
törvény megjelölés, illetve számszerűsítése nincs gond. Az egyesület kötelezettségvállalásával az 5-ös, 6-os pontba megint csak nincs gond, egyedül ez az 1-es pontba, ami gyakorlatilag burkolóan be lehet venni, de annyi, hogy kötelezettséget, jogosultságot szerez arra, hogy pályázatot nyújtson be. De Dósi Benzek, megadom a szót. Köszönöm szépen, előttem most erre, hogy szerintem ezt külön feltüntetni egy ilyen megállapodásban, hogy ez a jogosultságot szerez, szerintem ez fölösleges, mert az, hogy mindenkinek van erre jogosultsága. Ez most kell itt szerintem életbe foglalni, viszont mivel ugye a polgári egyesület egyik oldalról vállal egy kötelezettséget, én úgy gondolom, hogy az önkormány kifejezi ezzel szándékát ebben az megállapodásban, az önkormányzat is fejezze ki ezzel szándékát, miszerint lehetőségei szerint támogatja polgári egyesületet céljainak megvalósítása érdekében és a közös célok megvalósítása érdekében. Mert ennél konkrétabb szándék nyilatkozatot az önkormányzat jogilag sem tehet, szerintem. Tehát, hogyha ennyit beleírnek, hogy lehetőségei szerint támogatja megállapodásban a foglalt közös célok megvalósítását, akkor szerintem ez lenne az a biztosíték, ami szerint a leghatább gondot tudnánk adni a polgári egyesületet. Tamás, képviselőnek meg a rosszul. Rendszerűen egyetértek, sőt, nagyon kiegészíteném, hogy ugyanis, hogyha aláírunk egy szerződést, akkor annak minden külön tételsor képezi a költségvetésre. A többi az pályázat és az elfogadható részemről, hogy akkor pályázhatunk a civileket, de ha már veszik a fáradtságot, hogy egy működési szerződést kötünk, és itt nem csak a polgárőrséggel, hanem akár itt a következő sor a nevezett szinten van a hatlakoros táncegyüttessel is, illetve a művelődési házzal is, akkor nem adjuk kétségek között ezeket a szervezeteket, hanem igen, és ha a egy szerződés, akkor jó dolog, és akkor ennek mind a két félnek vannak kötelezettségei és elvárása is. Az én javaslatom szerint, tudom, ez pénzügyi, technikai dolog, de ha lehet, akkor mondjuk biztosra is így számítani. Lehetséges ez a megoldás, és csak most nem tudom például, hogy akkor azt mondja erre a polgárőr egyeset, hogy évente, és ugye a beszámolóit is meg szokta tenni ügyét, és tájékoztatja az önkormányzatot arról, hogy ennyi fővel, ennyi munkaórát, ilyen gépjárművel, ennyi üzemórát, ilyen üzemanyagköltségek mellett tagsági díj, kamarai tagsági díjak, igazolványok megújítása, munkaruházat, bla, hogy ez jóval több, mint amit ugye a önkormányzat, ugye most azt mondjuk, hogy nem tudom, ez a 100x100 biztonság, ugye az önkormányzat vonatkozásában mennyi nap, mennyi óra és a többi, ez sincs gyakorlatilag. Tehát ez egy általános megalkodás, ami... Mindig van írva az évet, de számolta mindig meg. Igen, csak ez ugye nem melléklet ennek a megállapodásnak. De azért mondom, hogy ez megint csak olyan részletkérdés, tehát én azért mondom, hogy most, ha részletébe kidolgozzuk, akkor ez egy olyan munka megint az egyesületnek, és megint csak majdnem most visszautalok az előző napirendi pontunkban, amiben tárgyaltuk, hogy ha alapjaiban legalább van ez szabályozva, akkor úgy. De az is elfogadható, hogy egyszer mondod, hogy a pályázat az önkormányzathoz a polgárőr egyesület, eddig is gondolom úgy volt, hogy mindig az önkormányzat a lehetőségehez képest támogatta. Csak hogy most ezt forintálisan most rögzíteni tudjuk, de vagy nem, akkor hogy most ez 50 ezer, 100 ezer, 1 millió, 20 millió, akkor ez szerintem fölösleges. De minden jegyzőr akkor gondolom kiegészíti ezt. Köszönöm, szóval elnök úr. Igazából az előterjesztés is, az előterjesztés is összehangban van az eddigi testületi határozatokkal, valamint az üvegzsák törvénye, ami alapján ugye tavalyi évben elfogadta a képviselő testület azt a túl civil szabályzatot, ami alapján ugye a költségvetési rendeletben nem külön tételsoronként szerepel egyetlenül a támogatási összeg, hanem van egy egyetlen egy keret. Egyébként ez a keret most igen jóval magasabb, mint tavalyi évben volt külön megjelölve civil szervezeteknek, tehát ez egy magasabb keret, tehát itt van mostani költségvetési rendelettervezetben, amire egyébként a civil szervezetek szóló szabályzatok alapján ezek az egyesületek tartották pályázatot kell, majd a polgárőr egyesület is pályázhat, és igazából a képviselő testület felkomadása alapján a közbizottság, jól emlékszem, akkor el fogja dönteni, mirányít, hogy milyen összeget most támogatunk ezen egyesületet is. Tehát itt igazából egy új konstrukció történt bevezetésre, egyébként az üvegzsák törvényen megfelelően, tehát így szabályszerű. És azért nem lenne összhangolt most ez, mert a nyelvi támogatási persze azt mondjuk, amennyiben pályázatot, de az
így nem bizonyal úgy fog dönteni a jövő bizottság. Tehát ez a bizottság hatásra lesz, hogy megkörülségbe fogja a támogatást. És egy kis pontosítás lenne, egyesület is végül szó, 82-es évi 2-es törvény helyett a ECT-t érvényváltó időközben a sajátjú helyesítő. Most nem jól szökít, amit a pontosítás. Tudom, csak egy módosítás jövő. Jó, tehát akkor nem az egyesülési jogról szól 29 évi 2-es, hanem mi akkor? Azt mondom, ECTV. Akkor jegyzőképpen ECTV. Jó, jó. Akkor én ezt a... Elnézést volt a baj. Jó, akkor már az is nagyon röviden. Jó, egyoldalú felelősségvállalás lesz a polgárőrség részéről. Megértettem egyébként, amit elmondtál, de most a probléma ott van, hogy még azt se tudjuk, hogy mikor lehet pályázni. A gazdasági év már megkezdődött. Nekünk élni kell, nekünk fizetni kell különböző költségeket, polgári költségei, üzemeltetési költségek, stb. Benyújtjuk majd a pályázat, most jóvá hagyják történetesen a költségvetésbe a 13.500.000 forintot kellett összeget, vagy nem, vagy több lesz, vagy kevesebb vettük függetlenül, utána lehet pályázni. Na most ugye a pályázat elbírálását jó lenne tudni, hogy az mennyi idő lesz, mert ha megint majd valamikor májusban kapunk pénzt, akkor be is csukhatjuk a boltot. Tehát mikor lesz, erre szeretnék választ kapni, mikor lesz a pályázkatás kiírva, ha már mindenféleképpen pályázni kell. Egy úrnak megadom azt, hogy köszönöm. Én nem tudom, hogy volt olyan év, amikor nem a május környékén kapták a támogatást. Április, tehát én gondolom, hogy... Májusban sose kaptunk még olyan később. Április, tehát én gondolom, hogy civil szabályzatunk alapján nem tudom fejlődni a szabályzat, milyen lehetnók vannak, mert nyilvános szabályzatunk, annak már volna. És egyébként április 30-ai ebirás határidőre emlékszem, de nem vagyok benne biztos, legkésőbb. Hát ugye bizottsági ülést tudnak fele, nem gondolom, hogy április ülés lesz. De ezt lehet nézni. Gondolom, költségvetés elfogadása után nem? Előtte nem lehet. Jó, előtte nem lehet, tehát egy csütörtökön lesz testvérki, és utána lehet. Akkor mi az elképzelésért jó a 11-es pontra? Ennek úgy bejön hozzám is, de természetesen alatt. Ezt most már bizottság fogja eldönteni, bocsánat, tehát a Garai István, Szamos Jentre, Horváth Gábor, Dorsi Bence és én vagyok a jogi bizottság, akinek, tehát nem a jegyző elképzelése, ő csak esetleg a szakmai iránymutatást itt megadhatja a hivatal részéről, fogjuk itt eldönteni ebbe a 11-es pontba, tehát én majd feléjük intézett kérdést e tekintetben, hogy ők esetlegesen ezzel kapcsolatosan ezzel a módosítással egyetértnek vagy nem. Nekem lesz majd egy javaslatom erre vonatkozólag, hogy esetleg a bizottság tagjai részéről van erre esetlegesen valami indítvány vagy észrevétel. Hát amennyiben nincs, akkor én a 11-es pontot én javasolnám kivenni belőle tekintettel arra, hogy amit a jegyző is elmondott, a szakmi iránymutatásként az ügyesek törvény, illetőleg az, hogy most az önkormányzat kötelezettséget nem vállalhat arra, mert akkor itt bármelyik egyesülettel lesz gyakorlatilag megtehetnénk, hogy amennyiben pályázatot nyújtva vagy bármilyen anyagi forrást igényel az önkormányzatot, azt támogatni és folyósítani is fogja az önkormányzat. Hát ez egy ilyen rókafogta-csuka helyzet, ami tudom, hogy méltánytalan, de a jogszabályi háttere nagyon úgy fest, hogy ezt másképp nem tudjuk áthidalni. És akkor én ezeket a jogszabályi helyeknek a megjelölését annyiban, hogy ugye az egyesülési jogról szól 89 évi 2-es törvény az kikerülne ebből, és helyett ez az ECTV kerülne megjelölésre, illetőleg akkor az egyesület a 100% biztonság, illetőleg az alsó-felső temető figyelőjelző szolgálat, illetőleg a szolgálat ellátása belekerülne a megállapodástárba. És a piacőrzés az pedig kimaradna, ennek a helyében lépne. Jó. Tehát amíg az építkezés maga folytatik, és akkor ez ugye ez már aktualitását veszti. Jó. Tehát amennyiben ezzel a bizottság egyetért, akkor a szakmaközivel kapcsolatos megállapodás ugye az marad a napirendi pontban kiküldöttek szerint.
a Petőfi Sándor Polgárőr Egyesülettel pedig ennyiben módosulni, és hogy aki ezzel egyetért, ezt kérem szavazzon most. Akkor egyhangulag elfogadta és támogatta a bizottság, és akkor jövőre vonatkozó a munkát kívánom. Jó, következő napirendi pont, és akkor haladunk most már tovább a rendes kerékvágásba, ami azt jelenti, hogy az eredetileg kiküldött kettes napirendi pont fog következni. Előterjesztés a 2014 év igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása tárgyában. Ehhez kérek segítséget. Sima hármas, tehát nekem a, tehát ez az igazgatási szünet elrendelés. És azt látás, hogy minden jó. Csabi? Igen. Csabi. Jó, tehát itt gyakorlatilag, ami gondolom a előző évnek a kialakult gyakorlat, hogy egy nyári és egy téli igazgatási szünet kerülnek kialakításra, és akkor itt ugye vannak jogszabályi helyben megjelölt időintervallumok. Ugye itt egy egybefüggő naptári hét nyáron, télen, kettőn, és akkor ennek csak függvényében akkor lehet, hogy meddig tudjuk tartani. Nem tudom, esetlegesen kerestem itt benne, hogy idei évre vonatkozólag van-e ötlet benne. Ja, de hát olyan oké. Tehát, hogy a 2014-ben július 21-től augusztus 1, illetőleg december 22-től január, 2015. január 2-ig tartan ez a közigazgatási szünet. Gyakorlatilag ügyeleti szinten valamilyen, tehát most igen, tehát hogy azért mégis, hogyha, mert én találkoztam azzal a helyzettel, hogy be volt zárva az ajtó, egy kulcs volt a Szolikánál, csak így mondom, Szolinál, és ő meg eltűnt, és sehol nem vezet úton ért. Igen, tehát ő nagyon jó, igen, csak azért mondom, hogy most véletlen, nagy úristen, kitört volna a gejzír az aulába, vagy valahol, és hogy voltál ott. Na mindegy, csak azért mondom, hogy valami erre legyen már valami szabály, mert itt kellett Novi elővadászni, és hogy ez legyen megoldva, akkor is, hogyha ő nincs, vagy lebetegszik, vagy rosszul van, vagy bennünk. Na minden esetben, tehát nekem ez az időponttal nincs különösebb gondom, nem tudom, bizottság tagjai részéről egyéb észrevétel, indítvány van, de amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom, és akkor aki támogatja, kérem, szavazzon most. Jó, hát hangulag akkor támogatja a bizottság. Következő napirendi pont, előterjesztés Kiskunfegyház a város önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítására. Itt gondolom, megint csak a szervezet kapcsolatban nézek, hogy az előző ciklusban, tehát előző évben előző évben elfogadott rendeleteink gyakorlatilag besorolásra kerülnek. Ehhez kérdés észrevétel a bizottság tagjai részéről van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazáson bocsátom ezen napirendi pontot, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. Igennel elfogadta a bizottság. Következő napirendi pont pedig az aktuális 2014 évi költségvetési rendeletének megalkotására vonatkozó napirendi pont. Ehhez kérdés, hogy én csak segítségére jó vasat kaptunk meg. Gyakorlatilag irányvonalában úgy gondolom, hogy támogatható itt a számomra. Igen, pozitív hír, ugye, amit a jegyzőrös elmondott, ez a 13,5 milliós támogatási keretnek az összege. Itt nem tudom, esetlegesen ehhez kérdés észrevétel van a bizottság részéről. Horváth Gábor, az ő azt volt. Van, de jegyzőből szeretnék volna esetleg kérdést feltenni a költségvetéssel kapcsolatosan. Mivel múlt hónapban az összes tárgyalásakor
felvetődtek kérdések, amit múltkor el is mondtam itt a fórumon, hogy a költségvetési rendeletben nem szerepelnek azok az összeghatárok, az értékhatár, a kis összegű értékhatár a beszerzésénél, amire az a jegyzi jogigérdeket, hogy a költségvetési rendeletben még szerepelni, nem pedig az összeghatárokat kell megvalósítani. Erre az olvasmány a rendeletet egy szó sem valósult meg ebből a... Ebből három részletes rendelkezésekre gondol képsorolók, vagy... Nem. Tehát, hogy mi felvetettünk akkor, azt hiszem, ez megalkotásakor egy olyan, és nem véletlenül a 11-es napirendi pontra, akkor ezt azért csatornán, nem véletlenül a 11-es napirendi pontot felvettük bizottsággyűlés tárgyalásáról, viszont a közbeszerzéssel kapcsolatosan arról van szó, hogy a képviselők igazából nem vehessenek részt a közbeszerzési bizottsággyűléseket. Az általunk feltett a kis összegű értékhatár alatti beszerzéseknél viszont az a fontossága a történetnek, hogy és amit akkor jegyzőkönyvben is kértünk, módosító javaslat, 100 000 forintig polgármester úr, 2 millió forintig a gazdasági bizottság, és 2 millió forint fölött pedig a képviselőtestület rendelkezzen ezzel kapcsolatosan. Ezeket a módosító javaslatokat akkor megtettük, a költségvetési rendeletben nem szerepel. Ezt most szeretném kérni, hogy módosító javaslatként, amit mondtam, így összegszerűen így kérem szépen, hogy szerepeljen. Akkor költségvetéssel kapcsolatosan nem tudom pontosan melyik hónapban, talán szeptember hónapban indult el érdekes mód város honlapján olvasunk a kéregyházat.hu hírportált, aminek nem tudjuk mondani, miből van finanszírozva, miről finanszírozza, mondom az önkormányzat. De ebben kapcsolatosan a gazdasági irodalának vezetőjét kérdezem, hogy mi az az összeg, amit eddig város, tehát az önkormányzat erre a hírportálra ráköltött, illetve eddig mekkora az az összeg, amit ez a hírportál felemésztett, illetve jegyzőnek tennék fel szintén a kérdést, mivel te nincs itt, és azt nem csak én teszem fel, hanem feltettem már más képviselő úr is, hogy erre kiadott engedélyt, erre a hírportálra, tehát testületi döntés nélkül elindítani egy olyan hírportált, ami igazából egy régióban kapott dologból ott, Kisnokfélegyházán működik a Félegyházi Közlői Nonprofit Kft., ami város honlapját online felületen, illetve már papíralban is mutatja. Tehát kérem a jegyző urat, akkor már a jegyző úr nincs itt, hogy ezt tolmácsolja mindig jegyző úr, mint a polgármester úr. Szeretném kérni a jogi bizottság, szeretne ezekre a dolgokra választ kapni, a szám szerint arra, hogy mennyibe került eddig ez a hírportál, milyen összegegyőt finanszírozta az önkormányzat, miért nem a Félegyházi Közlői Nonprofit Kft. A város honlapján, és igazából ezt a dolgot szeretnénk tisztázni, nem csak én, hanem azok a képviselők is, vagy azon a képviselő is, aki esetleg ezzel kapcsolatosan levelet írt jegyző úrnak, amire nem kapott választ rendszeresen. Ez volt az egyik kérdés, vagy kérése. A másik, szeretném, hogyha a polgármester úr, illetve lehet, hogy a jegyző úr is látta a közönségi Nonprofit Kft.-nek az ügyvezetőjének levelét, elképzelhető, hogy látta, de ha nem, akkor csak egy pár sort olvasni fel belőle, hogy kérte a Kft. Ügyvezetője, hogy mivel mondjuk Kecskeméti, hogy a költségkérítésként a 9 forint per kilométer oda-vissza távolságba kapcsolatosan közkosalmi úton. Felesleges szék, hagyj vigyünk már, mivel nem félünk. 9 forint per kilométer per óra oda-vissza visszajöttünk az önkormányzat, ezt támogassa a ügyvezető asszony. Ezt szeretném, hogyha a költségvetésben meg is jelenne az önkormányzat valamelyik pénzt megjelent, az előző, gondolom, hogy ezt meg lehet oldani.
Egyházi Közmök Kft. Ügyvezetőjének a fizetése, a Kft. Költségei, a Kft.-ből van fizetve a Kft. Mérlelül fel, tehát nem az önkormányzat a végfizető, hanem a Kft. A Kft. Fenntartja magát, bevételei, kiadásai vannak. Bevételként az önkormányzat 10 millió forinttal kötelezte 13 évben magát, 14 évben támogatást biztosítani a Kerekházi Közmű Kft.-nek. Ezekre gondolom a hirdetésekből még egyéb bevételei származnak, bevételekből kell, hogy a kiadásait fedezze. Tehát ilyen jellegű kiadások a 10 millió forint támogatás termel fölül nem merülnek fel az önkormányzatnál. Jó, köszönöm szépen. Egy dologgal kapcsolatosan akkor örülök, hogy tisztázódott a bölcsidei dolog, mert akkor a visszatérjel már eléggé kiveséztük. Tehát akkor 10 millió forint van a Petőfi napközis ház helyén kialakul landó a bölcsidének, 10 millió forint van, hogy az érdekel 10 millió forintot biztosít rá, nem tudom, honnan lehetem a 15-öt, hogy minden jövősebb többet látok ezzel. Tehát 10 millió forint. Egy dolgot szerettem volna még költségvetéssel kapcsolatosan. Tegnap is Városüzemeltetési Bizottság ülésén szóba került a képviselői javaslatoknál, hogy, hogy módosítani szerettem, vagy módosítani szeretnék, azt, azt mondom, jegyzőkönyvbe került, és ezt meg is lehet valósítani. Tehát amit kértem, hogy a játszótéri eszközök, amiben van legszobéri eszközök fejlesztésére 8000 forint, kb. 8000 forintba, azt átcsoportosítottam ki, hogy a városüzemeltetési tudván belül más feladatra át lehet elmódosítani. Hát tehát az összeget meg lehet oldani azt, hogy az itt feltüntetett megvalósítandó beruházási kiadásoknál hatos pont. Ezen felül valóban a városüzemeltetésen belül is van játszóterekre elirányozva a kiadatáson belül. Tehát van játszóterekre a képviselő nyújtmány, hogy céltartó, hogy 7-es mellékletet, 2 millió forint elkülönítve. Én most a, tehát azt a mellékletet nézem, hogy a képviselő javaslatot 2014 költségvetéséhez érkeztek be. Igen. Ezeknek egy része tudott beépülni a költségvetésbe. Nem nevesítve épül már a költségvetésbe, hogy kinek volt a javaslata. Értem. Tehát játszóterekre a 7-es melléklet céltartalékot már 2 millió forint. Játszóterek kialakítása állapjogóvásra. Nem tudom, ez így. Én a kollégámatok szeretném megkérdezni, hogy akkor csak itt azért mutattam, amit ezt így, persze hogy tárlagépről dolgozik képsorban, hogy tehát van itt, hogy a rendeletnek ez a szöveges része, és itt vannak az általános rendelkezések, részletes rendelkezések, illetve a végrehajtási szabályok, és hogy igen, a végrehajtási szabályok, illetve a képviselői végrehajtási szabályok, hogy ezek közül melyik pontba kívánja beépíteni a javaslata szerint azokat az értékhatárokat, amelyeket ugye megjelölt a mondandója elején, hogy a jegyző úr nem azt mondta, hogy az SMS-be vagy az ügyrendbe kell beépíteni, vagy a költségvetésbe, vagy különböző összeghatároknál kinek milyen jogosultsága és kötelezettség van szerződés kötni, vagy képzői hatás, képzői testületi hatáskörbe, vagy az az általános rendelkezések, részletes rendelkezésekbe, vagy végrehajtási szabályokba, vagy majd ezt esetlegesen majd a képzői testület ülésen kívánjuk pontosítani. Megadom a szót nevetni. Köszönöm szépen, jogbizottság ülésen, amin ma jegyző úr is, azonnal ebben tudom segíteni, több pontot is látok, ahol esetleg be lehetne harmadik fejezet költségvetés végrehajtásának, az intézményi gazdálkodásba is szerintem,
vagy 2014 költségvetési is végeletesen szabályozva, de ez egy olyan általános rendelkezés legyen, ami nem csak 2014-re vonatkozó, hanem későbbiekben is esetleg. Hogyha erre kapcsolatosan módosítani szeretnénk, akkor majd módosítunk, de ezt most szeretnénk, hogyha ez így szerepelne a tételben. Hajjátsz úr esetleg, hogyha tudnál ebben nekünk segíteni, hogy melyik része. De én azt gondolom a 3. fejezet intézmény gazdálkodáshoz bele. Mint a képviselőtestület biztosan a 4-es pontja, tehát intézmény gazdálkodás, 5. paragrafus, 4-es pontja, képviselőtestület biztosan pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik, és akkor ott mondjuk egy D-pontként fölelhetünk. Hajjátszik, hogy azt mondom szépen. Gondolom, a képviselő úr a polgármesteri kötelezettségvállalásra gondol. Igen? Tehát... Igen. Akkor kötelezettségvállalásra én azt gondolom, hogy az intézmény gazdálkodás... Az értékhatár, nem, tehát értékhatár, ugye szerintem nem erről beszélünk akkor. Tehát az önkormányzat nevében ugye a polgármesternek a kötelezettségvállalása tekintetében volt arról szó korábban, hogy milyen összeghatár függvényében legyen polgármesteri, gazdaságbizottsági és testületi hatáskörben ez a kötelezettségvállalás. Ez szerint a képviselő kategorizálta, hogy 200 ezer forintig polgármester, 100 ezer polgármesteri, 100 ezer-től 2 millió forintig gazdaságbizottság és 2 millió forint fölött legyen testületi hatáskör. Én azt gondolom, hogy, hogy az általános, tehát a részletes rendelkezések, ahol is beleilleszthető, illetőleg a költségvetés végrehajtás szabályi intézményi gazdálkodás részben is. Ezt majd egyeztetjük a pénzügyi osztályt. Jó. Akkor így pontosan, és akkor ezekkel az összekeretekkel akkor megjelölve, hogy itt a jegyzőre elmondta, mert ugye ez így pontosan meg sem lett így jelölve, hogy akkor 100 ezer a fölött, ugye 2 millió és 2 millió fölötti. A szervezet azt nem olyan rossz, hogy... A jogszabály jelölt, pedig valóban 100 ezer volt ez így több. 100 ezer forint alatt nem kell írásba foglalni a kötelezettségvállalást, nem kötelező írásba foglalni. Magasabb összeg, 200-300-200-200-200-200-200 számokon. 100 ezer forint nem is köteles. 200 és 2 millió, és ha ez a két szám van, akkor így benne. 200 is polgármester. 200-200-200. Jó. Tehát akkor 200 ezerig polgármester úr, a fölött 2 milliói gazdaságbizottság. Csak kizárólag a gazdaságbizottság, vagy egy más bizottságot esetleg bevonva, mondjuk város üzemeltetés, mondjuk ami jobban már jogbizottság, nem nagyon szabad érintetlen, hogy ilyen kifejezetlen ilyen sportköri, egyesületi pénzekkel, hogy esetleg, hogyha valamilyen olyan feladat, vagy olyan kötelezettségvállalás lenne, hogy esetleg egy gazdasági jó, oké, csak egy plusz kontroll bele lehet tenni, csak azért, hogy ne legyen egy monopól helyzet a gazdasági bizottságok, én akkor is csak 2 millió forintról beszélünk, hogy a szlenggel élve a mutizás, hogy január nyílik és esetleg felmerüljön, tehát hogy csak kizárólag egy bizottságban egy olyan értékhatárhoz. Kötve a 200-tól 2 millióig kategóriában. Jó, ez az első, hogy elnök úr, nem is így van, tudom, hogy itt van, nem. Behívjuk őket, és ez nem. Nem, ez csak így van. Jó, akkor így ezzel a módosítással akkor esetlegesen más kérdés észrevétel van-e, akkor is egy rövid értek a rossz szót. Megfontolással szeretnénk kérni őket. Tehát én úgy érzem, hogy a gazdálkodás elvéről, hogyha bizottság elé kell hozni mindent, minden vásárlást, ami 200 ezer forint fölött van. Például pályázatok, futópályázatok vannak. Tehát kell ezt gondolni. Egy rugalmas működést kell biztosítani.
hogy tudunk gazdálkodni. Tehát túl alacsonyan tartom a 200 ezer forintot is. Nem kell mondanom a napnak. Jó, javaslat van rá, akkor hogy mennyi az összeg? Bocsánat, nem csak még azért ott a szó. Tehát a pályázatokhoz nem is igazán kötnék határt. Viszont olyan szigorú előírások vannak a pályázatoknál, illetve hát a közbeszerzési határ eleve a 800 forint. Hát nem tudom, ez nem gondolkodtam így, hogy nekem most javaslatot kellene tennem összegre, nem valami, de 2000 forint rendkívül kevés. Gondolkodtam, hogy az intézmény ellátáshoz biztosítani kell az önkormányzatnak az intézmények ellátását. Csak amikor elmegy tisztítószer bevásárolni a kollégámért, az is 100 ezer. Vagy esetleg az megoldás? Helyre vásárol. Tehát megoldás, tehát az a 2 millió forintos alsó határ? És akkor 5 fölött a testület? Tehát 2 millió, 5 millió? Vagy 1 millió, 5 millió? Vagy 1 millió, 3 millió? 1 millió, 3 millió, 5 millió? Annyikó példát? Jó, valahogy ezt megosztott. De aztán kérdeznék pénzügyről a példát, mert ugye ezt az SMS tárgyalásokat, azt a kötelezettségvállalást kiveséztük olyan tekintetben, hogy adott esetben lehet, hogy napi szinten kérdésági bizottsági ülést vagy jogi bizottsági ülést tartani. Tehát példákkal lehet aztán jól illusztrálni, hogy mondjuk egy-egy napi működést biztosítandó beszerzésünk mekkora összeget tesz ki, tudnátok esetleg mondani esetleg, hogy mondjuk olyan tétel, ami a projektek kapcsán egyértelmű, hogy tudott milliós nagyság. Igen. Hát folyamatos. Egy-egy számla. 5-6 millió forint egy számla. Amikor ilyen havonta a számla. Tehát kötelezettség, vállalás. Az egy központi ügyelettől fizetünk minden hónapban 1.758.000 forintot. Ami egyébként a költségvetésben sorol rendelkezésre áll, amit a képviselőtestület jóvá hagyott. Hát igen, csak így gyakorlatilag tudom Horváth Gábor képviselő úrnak, ha ez az indítvány, ez azért van, mert olyan bizalmatlansági dolgok merültek föl itt az elmúlt időben, amelyek ugye részint nem tudom, hogy megerősítésre kerültek el, vagy nem, hogy ezt a kontrollt tudom próbálja beleépíteni részemről. Azt mondom, hogy nekem a 9 is páros, hogy csak azon az se lehet, igen, azt mondom, hogy most gyakorlatilag mindenki munkahelyen rendelkezik, és hogy itt üljön ügyeletbe, hogy bármilyen összeg felmerül, ami ezzel az összeghatártól itt mozog, hogy akkor most gyorsan jóvá kell hagyni, mert ha nem határozott képes ugye a bizottság, akkor már egyből nem is tud dönteni. Akkor ugye ezeknek az előkészítését is, mert ugye hogyha napi rendi pontok vannak ehhez, mert gyakorlatilag ugye a bizottság így tárgyal, ugye ennek a technikai részét is meg kell mondani, hogy akkor erre lesz egy plusz személyzet, aki esetlegesen ezekhez a számlákhoz tesz egy kis előterjesztést, megszavazza, jóvá hagyja és a többi. Tehát azt gondolom, hogy ha erre szükség van és indokolt, akkor ám legyen, de hogy megint volt olyan milliós forintoknak a kifolyás úgy a hivatalból, ami kontrollálatlan és nem elkönyvelhető volt. Tehát azt gondolom, hogy nem tartom szükségesek, de azt gondolom, hogy mindenki, mint képviselő olyan, vagy bizottságnak olyan indítványt és észrevételt tesz, amit gondol és majd a bizottság eldönt, hogy ezt támogatja, vagy nem, vagy majd a testület támogatja, vagy sem. Tehát csak az, hogy fölmerült ez, azért kérdeztem, hogy hova tegyük be, milyen rendelkezéshez, és ugye ennek a technikai módjumait is ugye végig kell gondolni, hogy ez bizottságra lehet, hogy működik. Mert ugye így kell végig gondolni, hogy van egy összeghatár, határozat tervezett, mi hogy merre, jóvá hagyjuk, igen, nem, mi van akkor, ha nem határozat képes, de ki kéne fizetni, mert toporognak határidő, elég akkor mi van. Jó, én magam részre ezek az agályok vannak, de hogy ennek a feltételét biztosítottak, akkor nem legyen, és akkor 28-szoros kontrollon a összegek biztosítása. Azt gondolom, hogy
hogy csütörtöki testületi ülését ezzel kapcsolatosan meg majd a irodavezető asszonyt és a vezetők szerint keresni fogom, és beszéljük ezt. És majd testületi ülésen fogok. Tehát akkor módosítás legyen? Akkor a módosítás és testületi ülésen fogok akkor ezek a kapcsolatok javaslatok. Javaslatok rendben. Halljátok úrnak meg az asszonyt. A csütörtöki gondolkodáshoz talán annyi segítséget, hogy azért itt nagyon sok szabályzat és minden egyéb van, ami behatárolja a mozgás terét a kötelezettségvállalónak, és gondolok itt a közbeszerzési részre, pedig összehatárok vannak törvénybe lefektetve, szabályzatunkba finomítva, adott esetben szűkítve a törvényi szabályozásnak, és azt gondolom, hogy ezek mentén lenne érdemes, és akkor meg kérem a pénzügyi osztályt, hogy néhány példával illusztrálja. Néhány példával majd illusztrálja a csütörtökét, hogy esetleg milyen beszerzéseket ne korrigetek, amelyek a nagy működésünket érintik. Jó, akkor, hogy még Zara István is támogatásáról tudja biztosítani. Határozott tervezetről. Akkor ha nincs egyéb kérdés, akkor én szavazásra bocsátom ezt a napirendi pontot, és aki támogatja, kérem szavazom most. Tekintetben arra, hogy a testület támogatta tavaly esztendőben azt az intézményi felújítást, amely a határozatlan idejű működési engedélyt ilyen formában megtarthatta. Viszont annak ellenére, ugye bizonyára többen is látták, hogy a környezete is megújult, belül is sok mindent megcsináltunk. Az épület egy komplex generál felújításnak kellene, hogy átessen. Ugye amikor a testületi az előterjesztésére bizottságot tárgyalták, akkor első körben egy komplexebb felújítási tervezet került a bizottság, illetve a képviselőtestület elé. De ugye nem csak a kapocs családok átmenet otthon tekintetében kellett komoly költségvetési kiadást jelentő döntést hoznak most követnek, hanem más intézmények, a Szivárványnál, vagy a Nádasdi utcai tekintetében, vagy akár a kapos tekintetében hajítani a szállóra is kell pénzt fordítani. Tehát így tudtuk tulajdonképpen megtartani a határozatlan idejű működési engedélyt az intézménynek, és hát a szerződést már nem tudjuk ilyen formán elkerülni, a hatósági szerződést, de mint kiemeltem az előterjesztésben nem veszélyezteti a határozatlan idejű működési engedélyt, tehát két évig megmondásának keretében kell lehetek üzemezni a szerződésben a vállalatot. Ezekre a költségvetésnek az intézmény felújítások sora, illetve a csáróra egy tartalékisnál szereplő pályázatunk is van, amely adott esetben támogatja a csáróra. A bírónakból ebből is megvalósulhatnának a komplex tárgyi feltétel. Tehát akkor ez ugye 2015. december 31-ével megszűnt ez a szerződés. Így van. És még egy másik kérdésem lenne, hogy itt a szerződés 10-es pontjában van egy ilyen kifejezés, hogy az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, hogy ehhez van esetleg valami értelmezés, vagy ez csak... Itt ez, hogy a felek szerződés módosításának a kezdeményezés, illetve a bíróság. Tehát, hogy jelentős új tény, hogy a szerződésben nem szabályozott, mondjuk így, csak egy pontosítani, ezt változtatok, hogy egy két évvel lehet, hogy elmentjük a végrehajtandó feladatokat, mi van akkor, ha nyerünk a projektben, és mondjuk egy év alatt megvalósul. És szerződést módosítunk, és ezzel a tárgyi feltételek maradítanak teljesülnek, módosítjuk 2014. december 31-ére, és akkor már ebben az évben lehet, hogy egy ilyen gondolni. Változás esetében van mozgásterünk, de egyébként ennek keretében ez előzetes véleményezésre került, benyújtás egyébként van a hivatalhoz, de amivel ez így került az a tervezeti szállításra. Jó. Szabos jelenet. Előtte ezt évvel örömmel olvastam, hogy a családok átlenet otthonában sikerült eredményeket és tetőt is kint
hogy egy lakatóvány meg egy üzemeltető tovább is megvan a veszedély, hogy nem csak ideiglenesen, hanem határozott ideig megtörténhető. Na most a múltkor kihelyezett a gazdasági bizottság ülésen meglátogattuk ezeket az intézményeket, méghozzá a bankói hajtónaszállót is, és az lenne a kérdésem, mert nem tudok kíváncsi lennék, hogy ott mit sikerült elérni. Ott a szennyvízelvezetése komoly gondok voltak, és a zuhanyzóval sikerült el valami előrépést. Igen. Ugye itt azért nem szerepel ebben az előterjesztésben, mert ez kizárólag a csádok átmeneti útvonalára vonatkozik, viszont a hajléktalanszállás vonatkozásában elfogadta a kormányhivatal az ellenőrzés által feltárt tárgyi hiányosak pótlását. Magyarul a helyszíni bejárás keretében az zuhanyzók olyan folytán lettek megoldva, hogy kiderült, hogy az emeleti szinten a kazánház részben 300 literes tartály van használaton kívül helyezve, és tulajdonképpen a műszaki megoldás úgy lett kivitelezve, hogy üzembe lettek helyezve, és le lett vezetve gyönyörűen a felső szintről a lenti fürdő részbe, és a két hőtárolós 200-300 literes tartály állandóan van meleg víz, tehát a meleg vízszűséget biztosítva le, maximálisan ezen kívül újra lett burkolva, megfelelő szellőzőrendszer a penészedés ellen, az étkező részben a teljes falazat leverésre kerül, az kiszáradt, hiszen ki lett szippantva az emésztőgödör, és az jelenleg is a folyamatos szippantással, a szennyvíz elszállítása van megoldva, hiszen akkor abban maradt a bizottság, hogy nem tervezünk új aknát, mert annak horribilis költsége lenne, mi a heti rendszerességgel, a két heti rendszerességgel fölmerülő 80-100 000 forintos tétel is kevesebb, addig, amíg nem tudnak rákötni a rendszerre, nincsen, hogy egy több milliós nagyságrendű új akna kerüljön kiépítésre, és hát komplet tisztasági festést kapott az egész intézmény, tehát több bizonyíték nem kell, mint hogy elfogadta a kormányhivatal az ellenőrzésre érdekében tett intézkedéseket, hogy a különböző hiányosságok. Valójában ott a szennyvízelvezet így volt a legnagyobb tétel. Igen, az a szippantatás. Igen, tehát folyamatos a szippantás, és hát az a falazat, ami nagyon problémás volt, már bizonyára emlékszik több képviselő is, hogy az kiesen kiavításra terül gyönyörűen meg a folyamra. Ez olyan, ami lenne a kerülékező. Igazából nem napi rendhez tartozik, de azért mondom, hogy tényleg ez túl szép, hogy már majdnem az igaz legyen kategóriába beleesre, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi minden feljavításra került ott, de hál' Istennek, hogy tényleg így van. Jó, amennyiben egyéb kérdés észrevétel ezzel napi rendi pontot nincs, akkor szavazásra bocsátom, és akkor aki egyetért ezzel kérem szavazzon. Egyhangú 4 igennel elfogadta a bizottság ezen napirendi pontot, hogy ezt hiszem. Következő napirendi pont a 8-as előterjesztés, tehát az eredeti 8-as előterjesztés a Bácsvíz ZRT közszolgáltatónak történő kijelölésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés vonatkozásában. Itt 3 alkalommal áll, ugye a határozat tervezet, ugye a kijelöléssel kívánjuk kiválasztani, illetőleg a 2-es pont, ugye a nem közművel összegyűjtött háztartás, a háztartási szennyvízkezelő közszolgáltatás kizárólagos ellátás, illetőleg egy előkészítő folyamatot kell ugye gyakorlatilag ugye a polgármester és a Bácsvíz között kialakítani, és ugye itt a Bácsvízzel kötött közszolgálati szerződés mikor hol lett megkötve, ugye az előzmény köthet, illetve a jogszabályi hely van megjelölve, hogy miért kell kötelezően ezt a törvényt alkalmazni. Nem tudom, egyébként ehhez kapcsolódóan részletesebben kifejtsük, amennyiben nem látok így kérdés észrevétel, akkor szavazásra bocsátom, és aki ezzel egyetért, kérem szavazon mind a 3 alpont vonatkozásában. Egyhangulat támogatta a bizottság a határozat tervezete. Következő napirendi pont. Előterjesztés a település fejlesztés és a település rendezési tervezés partnerségi rendjének eldöntése, valamint a település rendezési eszközök módosításának indítása és környezeti vizsgálat tárgyába. Valóban ezt főépítész úr.
ha esetlegesen kívánja elmondani, esetlegesen, hogy tegnap a Városi Üzemeltetési Bizottságon volt-e esetlegesen ehhez kiegészített dolog, vagy valami, ami esetleg a mi bizottságunk munkáját előre viszi. Tulajdonképpen kérdés és megjegyzés nélkül egy tanulóan elfogadta a bizottság. Jó. Hogyha a bizottság tagjai részéről nincs ilyen egyéb kérdés részről, akkor szavazásra bocsátom, és akkor aki ezzel egyetért, kérem, szavazom most. Egy hangulat, akkor elfogadta a bizottság a határozat tervezetet előterjesztést. Jó. Következő napirendi pont, előterjesztés. A Kisújfegyházi Polgáros Hivatal alapító kiratának módosítása tárgyában, illetve az egységes szervezetbe fogadó alapító kirat mellékéve. Gyakorlatilag ugye a szükséges adminisztrációs tendők megtételére felhívja, illetve ennek a egyes mellékletét képező módosító okiratot, illetve ezt egységes okiratban fog a jegyzőnek közelom a szót. Csak egy mondat, ami lényeges, hogy az államháztartási törvény alapján már most nem szakállapodózati azonosítók vannak, hanem kormányzati funkciók, és ez alapján van egy központi besorolás, és ennek megfelelően készült el, illetve készített el a kollégám a előterjesztést. Munka gyümölcse. Jó. Egyéb kérdés észrevétel a bizottság tagjai részéről? Amennyiben nincs, akkor aki ezzel egyetértéssel fogadja, kérem szavazom most. Négy egy, ha még lenne, akkor azt mondjuk, hogy kell. Ha a 14-es napi rendi pont lesz, az a napi rendi pont költségvetés. Jó, oké. Jó, következő napi rendi pont, ezt következő napi rendi pont, előterjesztés közép- és kelet-európai történelmi és társadalom kutatásáért közalapítvány által kért első világháború történelmi emlékét őrző emlékekkel rendetétel renoválás helyezése tárgyában. Itt ugye ebbe a pályázat benyújtásához kellene támogatni ugye ezt a határozat tervezetet, 5 millió forintos felső határa, vissza nem térítendő, előfinanszírozott, és ugye a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet a pályázatra jelentkezni. Úgy gondolom, hogy itt minden szükséges információ benne van a határozat tervezetbe, a kérdés észrevétel van a bizottság részéről. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom, és aki ezzel egyébként kérem szavazom most. Egy hangulag elfogadta a bizottság a határozat tervezetbe. Következő napirendi pont. Előterjesztés a 4/2014 BM rendelettel közzétett felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában. Nagyszülőúti óvodával kapcsolatosan, illetőleg helyett, ja, annak kapcsán volt ugye, és a Bercsényi utcai óvoda, és akkor így itt van 37.500.000 forint bekerülési elirányzata a történet megvalósítás, illetőleg itt van a 30 millió támogatási összeg igénylése, amelyhez 2,5 millió forint biztosít, és akkor itt a alapítványi 5%-os forrás 1.875.000 forintos támogatása. Itt nem tudom, egyéb forrágában a közöbb szó. Szóval szépen, úr, teljesen rendben van ez a két órának a energetikai felújításhoz való pályája, csak itt nem értem azt, amit tavaly is, illetve most is említettem az önkormányzat felé, hogy mint önkormányzati képviselő, aki körzetben rendelkezett, van egy óvodán, amit annak idején energetikai pályázatban nem sikerült befejezni, mert elfogyott a pénz, és a fél óvoda nincs leszigetelve, részigetelve, ami saját intézményünk, és saját pénzünkből finanszírozzuk a kütését, a világületet, minden rezsét kifizetünk. És erre 1 millió forintot kértem a mostani költségvetésbe, tavalyival is. És látom, itt két órának neki szaladom megint 37 millió forintos
önerővel. Szóval értem én a lényegét a történetnek, hogy nagyon fontos minden órát felújítani, hiszen ez valóban a cél, mert saját értékeinket úgy jutott. Ami egyszer nem lett befejezve, és nem kell nagy összeg hozzá, azt miért nem veszik egy talapa átfüggel? Tehát szeretnénk majd erre is választ kapni, ezt majd testületülésen is meg fogom kérdezni, úgy volt bizottságülésen, lehet, hogy majd másképpen, de tehát értem, hogy független képviselő vagyok, és nem kell támogatni ezeket a dolgokat, amiket egy független képviselő kér, de saját önkormányzati intézményünkről van szó. Tehát halljuk meg akkor azt a kérést is, amit esetleg mi javaslok, és nem ennyibe kerül, hanem minimális összegnek ez képes. Reméljük képviselőnek a kérdése megválaszolásra is fog kerülni, de egyelőre a testület ülésében akkor ez költői marad. Költői lesz. Én minden esetre támogatom, és ezt annó képviselőnek, amikor ugye még a kihelyezett bizottság ülésünk volt, akkor ott gondolom a bizottsági tagok is ugye egyhangulnak. Az fölmerült az óvodával kapcsolatosan is, és ugye ezt beszéltük akkor, tehát ez májusi dolog volt, tavaly májusban, remélhetőleg hát esetleg itt a költségvetésbe hát ha be tudna irányozódni ez a 1 millió forint, hát bízunk benne. Jó, ehhez a napi rendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazás, bocsánat, hogy ez egyébként kérem, szavazzon. 4-1 hangjelnek elfogadta a bizottság és támogatta. A következő napi rendi pont, a 15-ös elugornak, nem csak viccel, tehát a 14-es előterjesztés a kábítószerügyi egyeztető fórumok működési feltételének biztosítására és a kábítószer prevenciós programok támogatására képpályázati benyújtása tárgyában. Itt a határozat tervezet két részből áll. Esetleg a kogorágában a hajóban szól, hogy menő vélelek. Hogy a jegyzőnök felszólom ezt a egyszerű kérdés, az a kettezünk úgy. Elindult már a kett? Ez a kettőszer egyszerű kóra? Tehát létezik? Én nem tudok kóra. Hát persze mindenféleképpen támogatom a történet, hogy indulunk, hogy pályázunk, csak még maga a kert, én úgy tudom, hogy még nem is meg sem alakult. Tehát javaslom azt a jegyzőnek, hogy esetleg ezt esetleg a polgármesteri, illetve a jegyzőt felelőjának a kertnek a megalapítását minél hamarabb indítsuk el. Ez egy olyan munkacsoport, régen is működött, úgyhogy a polgármester úr ide alatt is működött. Ez egy olyan munkacsoport, ami azt gondolom, hogy széleskörű, olyan szakembereknek kommunikálnak nekik ebbe a csoportba, illetve képviselőket is nagyon szívesen csatlakoznék ehhez a kerthez, a kormányzati képviselőket is hívjuk meg, akik látják, hogy mi a probléma, milyen súlyos problémával is tud érkezni, és sajnos nem is össze súlyos probléma a városban. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom ehhez a felvetéshez, amit Kovács Gábor felvetett, hogy a egyeztető fórumokban jelenjenek meg a képviselők is. Jó magam is, ha esetleg jogász részt vehetek benne, épp hogy a tegnapi sikereket említve. Tehát gyakorlatilag sajnálatos módon tényleg az, tehát, hogy esetleg ilyen jegyzőkönyvet ültet 9,5 kg marihuánának a fellelése, tehát ez majd az, hogy mindennapos is körösön. És tehát, hogy vagy ami Debrecenben volt, ugye ott 14 kiló marihuána, 19 kiló marihuána volt, meg 4 kiló speed, meg nem tudom, tehát ilyen nagyon sok, és ezek ugye mind eladásra kerülnek, és ugye most csak azt hiszük, hogy a marihuánának a úgymond a illegális piaci értéke 2500-3000 forint per gram, akkor 1 kiló, 1-2,5-3 millió forint mi pénzösszeg, ami gyakorlatilag
oda vándorol, ahova vándorol. Na mindegy, tehát esetleg én apróbetűként jegyezném meg, tehát minden esetre tényleg életre kellene léptetni ezt a kábítószer egyeztető formot, és eljutatni a gyerekekhez, vagy legalábbis azokra iskolákba, ahol esetlegesen ezt elérték, és akikkel a következményeivel szembesülhetnek a gyerekek. Jó, ha egyéb kérdés észrevétele hát nincs, akkor én a két határozat tervezetet az 1-es 2-es együttesen teszem fel szavazás, és aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. Egy hangulal akkor támogatta a bizottság. Következő napirendi pont. Előterjesztés a Dunatiszakközi hátság vízpótlásáért egyesülethez való csatlakozás tárgyában. Itt ugye van ez az egyesület kecskeméti székhelyen, ami ugye ebben a önkormányzat tagként ugye szeretne felvételt nyerni, ha jól értelmezem az előterjesztésen vagy a szándék nyilatkozatot, és ehhez nem tudom kérdés észrevétel, hogy lehet jól sem lehet szerint adom a szót. Annyi egy szívó szóval érdeklődöm, hogy mivel ilyen alapítókirat tervezett, alapítókirat, nem tudom, hogy el a bejegyzésének az egyesületnek nem került csatolásra, vagy ennek fel van sorban ilyen jövőben itt a, ki lesz ennek az elnöke. Megadom a szót rá. Köszönöm szépen. A témafelelőst szeretne címeztetni ezt a kérdést, hogy megengedi bizottságot. Tadmer, a Kassa Péter, a témafelelős, és de akkor őszintén nem foglalkozom ezekkel. Igen, nem lehet mondani. Elfelejtettem a részlet szavakra is. Nem volt hely, ahol megjutott. Akkor Kassa Péternek megadom a szót, hogyha... Az egyesületek a kapcsolatban az a lényeg, hogy tulajdonképpen már január végére szerettek volna egy alakuló ülést létrehozni, de arra nem került sor, tehát ez most egy kialakuló formában van. Nyilván ez azt jelenti, hogy ha az önkormányok kifejezik számítózatát, akkor úgy fogják összehívni a alapuló ülését. Én úgy értelmeztem azokból az iratokból, amit itt láttam ezzel kapcsolatban, ezt mielőbb szeretnék megtenni. Abban a pillanatban, hogy van alapítókirat, akkor nyilván valami, hogy be kerülni a képviselőtestület elé, mert egyelőre ez arra irányul, hogy arra vár a kötelezettséget a önkormányzat, hogy a jövőben a tagja kíván lenni ennek az egyesületnek, de még az nem szerepel bennük, hogy a fiatalmazza a polgármester az alapítókért találkozására. Tehát abban a pillanatban, hogy nem alapítókért, az vissza fognak ide kerülni értelemszerűen. Annál is inkább, mert a pénzügyosztalók rosszul beszéltünk is arról, hogy hát, ha egyesületek vannak minden tanulja, tehát a pénzügyi kötelezettségvállalással jár, és ezt is természetesen meg kell megfogni, mert azt még nem látjuk, hogy ez mennyi ennek az anyagi vonzata. Itt arról van szó, hogy itt azt jelzik, hogy Kecskemét és Tisza Kécske is már a szándékát fejezte ki. Szerintem semmiképpen nem szolgatott kimarad. Csak azért köszönöm szépen a válaszást. Azért kérdeztem azt, mert kíváncsi voltam, hogy mennyire komoly ez a kezdeményezés, mennyire komoly ez az egyesület, mert ugye ezt nem tudom, kevesen tudják, hogy a Dunatisza csatornának a megépítése az gyakorlatilag a reformkor kezdetén, mert a reformkori folyószabályozások idején is tervben volt. Tehát ez gyakorlatilag arról beszélünk, hogy egy 170 éves tervről beszélünk, amiről ugye minden egyes kor ember elmondja, hogy milyen jó hatásai lennének a Dunatisza közösségi munkásság ökológiai fejlődésére, csak sajnos hogy igazán 170 évben mindig elmaradt, és azért is voltam kíváncsi arra, hogy ki vállalta a vezető szeretet egy olyan egyesületbe, ami ennek a célnak az elérését tűzte ki maga elé, mert ez még egy nagyobb vállalás, mint a 4-es metró volt, úgyhogy csak ezért erre volt a kérdésünk, úgyhogy nem szóval köszönöm. Van egy kérdésünk. Annyit tennék még hozzá, mint ahogy itt a szövegből is kiderült, tulajdonképpen a Bácsiskun idei partkamara az, amelyik is igazából ezt a projektet fölkarolta, és ők szervezik. Az meg majd nyilván kiderül, hogy ha van alakulő ülés, hogy akkor ki
mindenki látja az elmúlt rendőket. Én úgy látom egyébként, hogy nagyjából a 10 tag az, az össze fog jönni a 4-1-6, az minimálisan szükséges. Tehát gyanítom, hogy meg lesz nélkülünk is, valószínűleg jobban nevetünk. Persze alakítottak indul. Jó van. Egyik kérdés észrevét, ez a napi rendi pont még nincs, akkor szavazásra bocsátom, és aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. 4-1 hangjelni, akkor elfogadt és támogatja a bizottság. Következő napi rendi pont, előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő jelzálókkal terhelt ingatlanok fedezeti körből törpül kiengedésére vonatkozólag. Itt ugye az OTP bankhoz fordult az önkormányzat ahhoz, hogy a kötvényszerzésben részletezett és az OTP bank jelzálókával terhelt tulajdonban lévő helyre számú fedezeti körből kiengedje. Gyakorlatilag ezek az ingatlanokra voltak terhelve. Ezt törlésenként 6600 forint szorozott, de mondanára van külön keret, úgyhogy szerintem ez egy pozitív dolog, hogy minden felszabadulnak az ingatlanok ezzel a nyelzálogó törléssel. Ez a napi rendi ponthoz kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom, és aki ezt egyetért kérem szavazom most 4-1-4-en napot átfogat és támogatta a bizottság. Következő napi rendi pont, előterjesztés Vas Albert onkológiai állítása tárgyában. Nagyon sajnálom, hogy a önkormányzat, illetve a polgármester úr, amit tavaly tartott közmeghallgatás során a demokratikus koalíció képviseletében nagyon súlyt nincs, mert ő kifogás volt ez, hogy nincs megkérdezve soha egyetlen egy szervezet sem. És most itt lenne a lehetőség arra, hogy itt esetlegesen véleményt nyilvánítsanak. Na, minden esetre gondolom ez egy 48 cm átmérőjű feliratokkal rendelkező ilyen kis emlékdombormű, aminek a, mert akkor gondolom a főutcán felállított Vas Albert szobornak a egyéb úton módon történő tisztelgés adásának a folytatása, ez a dobornak az elkészítése. Ehhez napi rendi pontos kérdés észrevétel van a bizottság részéről. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Egyébként kérem szavazom most 4-1, amíg ennél akkor támogatott és elfogadta a bizottság. Következő napi rendi pont előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelési Központ és a Kiskun Múzeum 2013. évi beszámolója 2014. évre szóló munkatervünk tárgyában, ugye egészen 8 mellékletet tartalmaz ez a határozattervezet. Itt gyakorlatilag a címébe a tartalma. Nem tudom esetlegesen külön hozzáfűzni való van-e, amennyiben nincs, akkor én Horváth Gábor vagyok. Köszönöm szépen, üdvözlöm a és örülök, hogy eljutunk a segítésre. Csak egy egyszerű kérdést szeretnék tőlem, én egyszerű ember vagyok, hogy így most, hogy a múzeum és a könyvtár és a bőzéshez egyben van szakmai, azért, hogy bocsánat. A könyvtár és a művelési ház van egyben, a múzeum pedig külön. Külön. Akkor nem is lesz. De jó a szakmai együttműködés. Igen, ezt akartam kérdezni. A szakmai együttműködéssel kapcsolatosan köszönöm, hogy ezt számba adhatunk. A szakmai együttműködéssel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy változott-e, tehát hogy jobb állapult a szakmai együttműködést, vagy maradt azon a szinten, hogy ezt hogy értékeled? Csak hogyha már itt voltál, órákat, akkor magasul meg. Tehát ugye 2012-ig megyei fenntartásban, illetve megyei múzeumi rendszerben voltunk. Függetlenül attól, hogy igazából a fenntartónk a megye volt, mi ide dolgoztunk Féregyházára és a Féregyház tudományos is közművelődési életét váltott el, és abban az időben is folyamatosan együttműködtünk a könyvtárral és a művelődési házzal. Ez a munka 2013-ban még erősebb lett, ha így lehet mondani, hiszen sokkal jobban együttműködünk a városi programoknak a kitalálásában, megszervezésében. Ez a közművelődési munkára vonatkozik. Természetesen a múzeumnak van egy másfajta feladata, ami a
tudományos közgyűjtemény munka. Hát ebben vannak olyan együttműködések, amely a helytörténeti kutatást segítik, és ebben szintén a könyvtárral együttműködünk és a leírtárral is. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba mert és még erősebb lett az együttműködés és az együtt dolgozás. Nagyon szép részletes munka és ezek a jövőre vonatkozott, meg a kiállítások is, amelyek ugye megszervezésre kerültek, tehát látszik, hogy egy igen aktív és intenzív munka folyik a múzeumban. Gondolom így, hogy a Vas Lászlóval ki egészült a csapat, ugye ő neki a... közművelődési munkát látja, igen, és január első szak... pedig, amit tavaly ugye megkaptunk, hogy státuszt a múzeológusi, a régésztörténész állást pedig január elsőjével betöltöttük, ő elkezdte a munkát, úgyhogy tulajdonképpen most már teljes is minden feladatot el tudunk most már látni, és a működési engedélyeknek megfelelően tudunk dolgozni. Szuper. Jó. Ehhez a napirendi ponthoz beszámoló elfogadás az munkaterv vonatkozásában kérdés észrevételben, amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom, és aki ezzel egyébként kérem szavazzon. 4-1 hang, igen, akkor elfogadom. És nem a bizottság, további szép estét kívánok. Következő napirendi pont, előterjesztés a félegyházi térségi sportiskola non-profit Kft. Beszámolója tárgyában. Engem ezzel kapcsolatosan megkeresett egy Honvéd pályán igen aktívan jelenlévő és részrevételeket tevő személy, akit nagyon sajnálok, hogy nincs itt, mert itt gyakorlatilag a elszámolással kapcsolatosan lett volna egy-két észrevétel, és mondtam, hogy én nem látok bele az ő mindennapjaikba. De gyakorlatilag azt mondta, hogy vannak kíváncsi valók, mindegyek majd akkor esetlegesen lehet, hogy testületi ülésre. Tehát igazából ez nem fog oda kerülni. Ez a beszámoló testületi ülésre nem fog bekerülni. Oda is? Jó, bocsánat, jó, oké, csak véleményezés, jó. Tehát az, akkor lehet, hogy majd ott akkor ez megjelenik. Jó, oké, akkor lehet, hogy oda el fog jönni, és majd ott elmondja, ha van kedve, vagy nekem esetleg egy átmét a rendelkezésre bocsájtatottam, hogy kis pénzezéssel kapcsolatosan van egy kis észrevétele. Na minden esetre mi ezt megkaptuk, ehhez kérdés észrevétel van, amennyiben nincs, akkor elfogadhatja a bizottság, és akkor aki ezzel egyébként kérem szavazom most, 4-1 van minden, akkor elfogadja, és nem mondja a bizottság, hogy mindent ott hozzászállni. Következő napirendi pont, előterjesztés a gyermek és ifjúság önkormányzat 2017 tevékenységéről, adventi gyertyagyújtás, mécses gyújtogatás és egyéb történések vettek részt ugye a diák önkormányzat tagjai, és ezzel kapcsolatosan megkaptuk ezt a beszámolót, hogy ehhez kapcsolatosan kérdés észrevétel van-e. Amennyiben nincs, akkor javaslom ennek az elfogadására. Bizottság tagjait, aki ezzel egyetért, kérem szavazom most 4-1 hang ugyannal, akkor támogatta és elfogadta a bizottság. Következő napirendi pont, tájékoztató jogi bizottság által 2013 másik címben átlátott hatáskörében hozott döntésekről. Ezt jól magam írtam alá. Bitony. Február 5-én. Hanem a kivetni való nincs benne. De hát itt ez az elmúlt időszakban folyósított és a bizottság által megszavazott pénzösszegeknek a kifolyósítására, megszavazásáról gyakorlatilag itt a saját, nem is értem egyébként, hogy ezt nekünk miért kell a saját döntéseinket így véleményezni, hogy így jó volt, vagy ahogy volt, de minden esetre a kérdés észrevétel nincs, akkor ezt is szavazásra bocsátom, és aki ez egyetért kérem szóval. Ja, bocsánat, Dósé Bence. Kormány képviselő úr felhozta, és nekem is kérdőd a figyelmet, hogy támogatta a bizottság alakult a napokat. Hát, mobil WC rendezvény. Ez igazából... rendezvény. Igen, tehát ez úgy nézett ki, hogy ugye még azt a Maranka... Tehát volt egy ilyen
összegyűjtött koszorú, virág, csokor és a többi mindenre arra, és akkor ez, ezen belül volt, csak most így ugye ki van részletezve dátumilag és összegszerűségében, és ugye, hogy mivel hány méter volt. Jó? Tehát ez, ez, ez van ki részletezve, tehát ezt igazából megszavazta egyhangulag szinte mindenki. Csak igen, tehát így azért mondom, hogy nem, hogy technikus kulcsa volt így van, de az van, hogy igen, a... Horváth Gábor volt a fő szavazó itt ebben a kérdéskörben. Tehát itt a, az utróbeci temetéstől kezdve minden benne van. Tehát azért mondom, hogy igen, így furcsa most ez így szembesülni, de ott volt az a tételkeret, ami gyakorlatilag szétlen pontokat. Tehát még fura lenne, hogy mondom. Most megkérdőjeznénk a múlt évi munkánk felé. Igen, elsődlegesen rábólintatok, hogy hogy összük a rendezvénykeretet. A rendezvénykeret, így van. Különösebb vagy magunk a szemben. Akinek fogadja a szavazásra, bocsánatom a számolót, és aki ezzel egyetért kérem, szavazom most. A négyek, hogy igen, akkor elfogadta a bizottság. És akkor most jön az egyebek napirendi pontjában az a három előterjesztés. Előterjesztés faggazdászok elhelyezése tárgyában. Itt a Kiskunfi, ez a Kossuth tér egy szám alatt ingatlan rész ingyenes használatba adására tettek javaslatot. És ugye ez most gyakorlatilag ez a négyzetméter. Nem tudom. Jó, Kossuth. De ez melyik? Én ezt nem tudom, hogy ez a Kossuth tér. Kossuth utca egyszerűen gondolom, csak lehet, hogy elérhessen a kormányhivatalnak. Én azt gondolom, hogy ez a járás, ez itt van már. Tehát itt van, akkor itt van ezen belül. Csak jó. Ingatlan részre vonatkozik egy, azért kell az egy. Jó, akkor ezt kijavításra kerüljön már akkor, hogy a Kiskunfi Egyháza Kossuth utca egy szám alatti ingatlan van egy 15,95 négyzetméter nagyságú ingatlan részt biztosítanak a falugazdászok részére, amely ugye a Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara használatába került. Tehát nem a Kossuth tér, hanem a Kossuth utca egy száma. Jó. Aki ezzel egyetért, ez kérem szavazzon most egy négy hangú igennel, akkor elfogadta a bizottság. A következő napirendi pont előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 29/2013 önkormányzat rendelet módosítását tárgyával. Legolcsóbb temetés, árállapítási mutatás és természetben után nyújtana önkormányzati segélycsomagok összetételére vonatkozó javaslat. Hát ezt még elolvasni sem volt időnk. Nem tudom, jó, akkor, hogyha erre nagyon szuper összefoglalót kapunk, akkor átadom a szót. Tudom, röviden összefoglalni. Tehát a dolog lényeg az, ugye erre nyilván mindenki emlékeznek, hogy a decemberi ülésen elfogadtam a testületen, többek között az önkormányzati segély elnevezésű segélyfajták is magába foglaló rendeletet. Na most ez az önkormányzati segély, ez több téren olyan problémákat vetett föl, mint az elmúlt egy hónapban jelentek meg a szociális csoportnál, és ezeket kellett leegyeztetni egyrészt a VSKS-szel, másrészt a Fishman Múzeummal, harmadrészt pedig a szociális intézményekkel, a Katocsási Szivárványban. Tehát három gondolata van ennek az előterjesztésnek. Az egyik, ami az eredeti koncepcióban az volt, hogy a költségvetési rendeletbe kerül bele a legolcsóbb temetés. Ugyanis bevezetésre kerül a temetési segély, elnevezésű segélyforma, ahol törvényi előírás, hogy a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegének 10%-ánál nem lehet alacsonyabb összeget hozni a címen kiadó. Eddig ez fakultatív volt, a önkormányzat nem is alkalmazta, most már kötelező elem az önkormányzati segélynek. Én azt gondolom, csak ugye megszokítások ugye legyen az önkormányzat, ezt nem tudtam, hogy tudok az ő feladatot.
volt az önkormány, volt az önkormányzatnak egy ilyen látási formája, szerintem 2010 környékkel. Igen, akkor volt a megszólításnak is. Igen. De az a lényeg, hogy ugye a elmúlt években nem került az alkalmazásra. Ahhoz, hogy ennek mert érkeztek már bejön kéván, meg lehessen állapítani az összeget, ahhoz meg kellett határozni a helyben szokásos legolcsóbb telepésnek az összeget. Én utána néztem ennek interneten, hogy körülbelül a más településeken mennyi ez az összeg. Ez 140 és 180 ezer forint között mozog településen állogatja. Ami rendkívül érdekes, hogy sehol nincsen lemondva, hogy milyen tételekből tevődik ez össze. Ezt most a VSKS nekünk megtette, tehát azért szeretnék mellékelni be, hogy látszódjon, hogy a milyen tételekből jön ki az, amire ugye azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a kegyelet megfelelő megadása mellett még alkalmas arra, hogy az elhunytak megfelelő módon eltemessék. Tehát ezért van ez külön mellékletben, az a lényeg, hogy itt ebben az esetben 144.124 forintba került ez megállapításra. A rendelet tervezetben 145.000 forintra fölkerekítettük, mert ugye akkor azt jelenti, hogy 14.500 forint lenne az a legalacsonyabb összeg, amit temetési segélyre ki lehet osztani. Vannak benne már ilyen kérelmek, ezek az eljárások fel vannak függesztve, addig, amíg a testület nem hozza meg ezt a döntést, hogy mi az az összeg, amit meg lehet ítélni erre a célra. A másik, ami érdekes és meglepő volt a szociális csoport tagjai számára, hogy korábban is, akkor még átmeneti segély néven volt egy természetbeni ellátási forma, amit vásárlási utalvány formájában lehetett megigényelni. Az elmúlt évben konkrétan nulla ilyen igény érkezett, most január hónapban 14 olyan, amiből 10-re azt mondjuk, hogy nagy valószínűséggel meg is fog állni. Erre leültünk egyeztetni egy ilyen 4-5 oldalú egyeztetésen, ugye a szociális csoport, a jegyző úr, jó magam, illetve a Szigárvány és a Kapocs képviselői, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Ugye ennek az ellátási formának az lenne a lényege, hogy azokat próbálja segélyben részesíteni, akik az étkezésről nem tudnak vagy úgy gondoskodni, hogy a szivárvány által nyújtott étkeztetésben részt vesznek, vagy ugye a hajléktalanok számára a Kapocsban működik Kapocs üzemeltet négypontnál. Tehát ezt kellett valahogy leszabályozni, lehetőség szerint mindezt úgy, hogy hát finom a fogalmazás, ne folyjon el az az összeg, amit a vásárlási utalványra fordítunk. És ezért van ez a javaslat csomag itt a végén, ami nem része a rendeletekre felismerhetően. Tehát itt a szerepel három összeg, két fős háztartás után 1500, max. 4 fős háztartás után 3000, 4 főnél magasabb háztartás után 4500 forintnyi összeg, amit a kérelem benyújtásához számított 3 hónapon keresztül lehetne igénybe venni. Igen, tehát ugye a minden hónapban jogosult lenne egy-egy csomagra. Az, hogy pontosan mi kerüljön bele a csomagba, az megint csak további egyeztetés tárgyát képezi. Én erre javasoltam, hogy itt a harmadik oldalon szerepel, hogy egy egyszerű beszerzési eljárást kellene folytatni, tehát legalább 3 ajánlattevőt meg kellett bevinni. És egy olyan bíráló bizottságot lenne érdemes összeállítani, amelyre én azt javasoltam, hogy a két intézmény, tehát a Kapocs és a Szigárvány is delegáljon valakit, illetve a szociális csoport is delegáljon valakit. De nyilvánvaló, hogy ez majd a megfelelő fórumra ennek a bizottság összetétele, ez be fog kerülni, mert majd kell írni a megfelelő eljárást annak a kiválasztására, aki ilyen csomagot nyújthat. Én annyit szeretnék kérni, hogy a rendelet esetében legalább az menjen át, hogy ezeket az utalványokat, ezeket meg tudjuk valósítani, tehát ez a 1500, 3000 és 4500 forintos
határt, ezt úgy egy olyannak találtuk, ami még alkalmas lehet arra, hogy ezekből a típusú élelmiszerekből, a cukorliszt, olaj, rizs, tészta, konzerv, keksz, havonta tudjuk juttatni a érintett családoknak. A harmadik része, azt pedig sajnálom, hogy a Horváth Tamás képviselő úr kiment, bár beszéltem már vele azóta, ugye az ő javaslata volt, erre mindannyian emlékeznek, ez a kedvezményes 50%-os belépőjeg, közben ugye minden nyugodtató asszony is eltávozott, ővel is folytattunk egyeztetést, bár ugye ő volt az, aki a kemény volt. Az előterjesztésnek azon a részén már fülléptünk, ami félreértővé tenni a megfogalmazást. A lényeg, hogy ugye itt egy 50%-os kedvezményről van szó, amit valamivel kellene igazoljon az érintett. És itt kezdődtek a problémák, hogy ezt hogyan fogják megvalósítani, mert az eredeti elképzelés az volt, hogy kapjon egy ilyen A4-es lapot. Nem tudom, aki közalkalmazottként, köztisztviselőként valahol részesült már abban, hogy 50%-os vasúti kedvezményben részesüljön. Ez abban a pillanatban még jó ötletnek tűnt, de egyébként mondjuk akinek van, az tudja, hogy egy év alatt is el tud gyűrődni. Na most, hogyha egyébként a strandra jár az illető ezzel a papírral, akkor az véletlenül a második strandlátogatásnál már elázik, elvész, és a többi. Tehát éppen ezért volt az a javaslat, hogy egy ilyen kvázi 4-1 kártya méretű jeggyel tudja igazolni magát, viszont ahhoz mindenféleképpen kell egy fényképes igazolvány is. Ebben kapcsolatban annyit tudnék javasolni, persze fontos az, hogy igazolni magát, de erre van a személy igazolványa, de ezeknél az intézményeknél, akik bekerülnek ebbe a szociális rendszerben, tehát az értelmezési kedvezményes rendszerbe, maga az intézmény kaphat erről az ellátottakról egy listát, ami alapján személyigazolványát tudja igazolni azt, hogy ő az a személy. Ezt a listát... Ha önök most ezt a rendeletmódosítást megszavazzák, akkor kaphat ilyen listát, az eredeti szövegben nem volt benne. Jó, csak ha tovább gondolva ezt a történetet, hogy felmerült a probléma, hogy elázik, stb. Az intézmény kapja meg ezt a listát, hogy kiszerepel, ezt mondjuk havonta lehet mondjuk, vagy negyed évre lehet frissíteni, és az alapján azért nem is igazából a személyigazolványával meghatározott. Igen, képviselő úr, erre a megállapítást jutottunk mi is, mondom, csak az eredeti előterjesztésben ez így nem szerepelt, ez most ebben a módosítóban van benne, amit ön mond. Itt szerepel az, hogy mégiscsak azért jövesz a kedvére, ez olyan szépen hangzik, egy szociális csoport, az első bekezdés B, és EF pontja szerint adatokat megküld a 15. szakasz második bekezdése szerinti szolgáltatás nyújtó intézményeknek. Ez azt akarja, amit ön mondott, csak jogi nyelven megfogalmazva. Tehát ugye pontosan az a lényeg, hogy ennek a praktikus megoldását akartuk rendeletbe megfogalmazni. Igen, most akkor annyi kérdésem lenne, hogy amúgy, és nagyon lehet butaságot kérdezett, hogy egy 12 éves gyermek, hogyha megy, az csak szülőfelügyelettel mehet strandra, és ő neki mondjuk ugye 12 évesre, vagy diákigazolvány is elégséges, akkor ehhez csak bármilyen igazolvány, tehát ugye most itt személyigazolványról beszéltünk. Igen, ezt megoldást beszéltük a VSZ-szel, hogy a strandra azt mondja, hogy 8 éves kor fölött már, 9 fölött már beengednek gyerekeket, és az a lényeg, hogy akkor nem egy ilyen A4-es lapot bízunk rá, hanem rábízunk a kártyát, visz magával egy gyerekigazolvány, fölmutatja a sorszámozott kártyát, ott a meglevő listából megnézik az ő nevét, hogy ő XY és ekkor született, adatok megfelelnek, és bemehet a strandra. Ez a megoldáshoz továbbra is adott egyedül nevelő. Igen. Vonatkozik, az diszkriminációnak tartom továbbra sem értek ezzel egyet, hogy vannak olyan családok, ahol sok van szegénységbe kerülnek, van élnek, mondjuk egy több családos család, egy több gyermekes család, vagy négy, ahol négy gyerek van, vagy annál több, azok önmagászolnának egy ilyen lehetőség, egy ilyen kedvezményre kapni. És itt az első, hogy egyezve nem tudom, mert hogyha jobban bele gondolom kell,
kijelentésre, akkor is csodálkoztam meg az előterjesztésen. Egy egyedül nevű anyuka van, annak van férje, vagy nyilván elválta, az kapja a gyermekkapás díjat. Lehet özvegy is. Én szerintem ez úgy lenne igazságos, hogyha ezt kiterjesztenének ezt a lehetőséget, mint az olyan rászorulóra, aki erre jó beszél. Akkor bezárhatjuk. Nem tudom, még most van ehhez. Így csak kiragadni csak egy bizonyos szegmenset, az csak diszkrimináció azokra szemben, amik rászorulnak. Köszönöm. Annyit tennék hozzá, hogy eredetileg a rendeletben is úgy szerepel a 9. cím alatt, szociális rászorultságtól független önkormányzati segély. A szociális rászorultságtól független természetben nyújtott önkormányzati segélyfajtái a újszülöttek támogatása, B. nagycsaládosok támogatása, C. gyermekeket egyedül nevelő szülők támogatása, ugye ez objektív tényeken alapul, születésen leggazdagabb család gyermeke ugyanúgy megkapja, már amennyiben igénylik az 5000 forintos újszülött támogatást. A nagycsaládosok azt nyilván abból is lehet különböző jövedelmi kategóriákhoz sorolni, tehát ez eleve ki is van mondva a rendeletből, hogy a szociális rászorultságtól független. Tehát úgy szerepel, oda kerül majd ez beépítésre, Isten igazán. Tehát erről képviselő is emlékszik, volt itt a novemberben is. A hivatal ebben az esetben végrehajtó, tehát itt volt egy képviselői kezdeményezés, amire úgy nézett ki, hogy a többség támogatta, vagy azt mondták, hogy kerüljön be a rendeletben, novemberben ez volt a döntés. Decemberben beépítettük a rendeletbe, a képviselőtestület elfogadta, most praktikus okokból kell ezt finomítani a szabályokat. Tehát most csak ennyi van terítéken, egyébként nyilván ez a önöknek, mint megválasztott képviselőknek a kérdése, hogy ezen kívánnak-e bővíteni, hogy kívánják a jövőben a rászorulókat támogatni, mi természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy ha arról van szó, kidolgozzuk, mint ahogy ebben az esetben is történt. Nem láttuk még milyen problémák lesznek, most látjuk, ezért került be a módosító. Én csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, igaz, hogy szociális rendeletről beszélünk, mert például, hogy az Alaegerszegen a élményparkban a helyi lakosok, de aztán lehet, hogy más városokban is a helyi lakosok kedvezményt kapnak a jegyáraiból. Egyébként csak ha esetlegesen ezen szomos én képviselőtársam gondolkodik, akkor kiindulási alap lehet mindig általában bíróságokon költségmentességnél, hogy mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összehatárát el nem érő egyfőre első jutó jövedelem mértéke, és akkor erről beszéltünk, hogy akkor szociálisan rászorult, nem rászorult. Tehát az már tényleg aztán nagyon szokták volna békefenekre alá, de ebben egyébként van benne valami, hogy egy 6 gyerekes családnál, ahol még apuka anyuka dolgozik, is kisebb az egyfőre első jutó jövedelem, mint egy anyuka egymaga neveli mondjuk a gyermekét, mert praktikus okból vagy elvi okból, vagy bármilyen okból nem házasodott össze a férjével, és akkor majd csak lenyilatkozó, hogy egyedül neveli a gyerekét, és akkor kész. Jó, mindegy, ez a többi időre vonatkozik, hogy ne húzzuk az időt, akkor én szavazásra bocsátom ezt a határozott tervezetet, és ha egyéb kérdés észrevétel nincs, és aki ezzel nincsen, akkor ilyen szavazzon. Négyek, amivel elfogadta a bizottság, és akkor az utolsó... Folyamatosan változtató az ember. Változtató, igen, gyakorlatilag. Igen. De járj, anya, az ember. Igen. Igen. Jó. Következő napirendi pont, akkor ez a bumerang effektussal küzdő előterjesztés a Kisnunfegyházi Batyányos Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Intézmény Tanácsába történő további önkormányzati delegálás tárgyában. Tehát itt ugye megvannak, hogy ki hol milyen szerepet tölt be, és akkor Bense Zoltán tanárunk mellett még delegálja, és akkor ha van ötlet, javaslat, vagy van elképzelés esetleg valaki részéről, bizottság felé önkéntesek, nincsenek, rendőr úr.
Elnök úr, sose voltam Batthyány is. Még a jó, csak a jó sem sem. Jó, csak azért mondom, hogy nem tudom, hogy például múltkor arra a Göllesztre volt a Balla Horváth Tamás, meg még valami. Csak hogy esetleg azon, aki szeretné ilyen delegált tag lenni, hogy esetleg van egy. Ezt már kellett volna. Október 15-től. Ugye jegyzünk a vezető. Nem tudom, tehát azon, hogy esetlegesen nyitottan, ez a intézményi tanács. Hogy a testület döntsön erről a kérdésről. Jó, mert azon, hogy esetleg valaki megfelelőbb döntésről részünk. Valaki, igen, javasoljuk meg Horváth Tamásnak, volt esetleg olyan iskolája, ami... Göllesztben mondtam a múltkor, hogy vállalnál, de ott lesz az alkalmazás. De azon, hogy esetleg... Igen, csak azért mondom, hogy ő esetleg ebből az iskolát, mert azon, hogy akkor azt javasolhatjuk, hogy a felsődlegesen Horváth Tamás, és hogyha nem vállalja, akkor lehetek akár elnök úr. Juli Joker. Tehát akkor elsődlegesen akkor Horváth Tamás képzelő, és hogyha mennyiben nem vállalja, akkor én vállalom a Dósai Bence javaslata alapján akkor. Jó? Így. Jó, aki ezzel egyébként, akkor kérem szóval az romos, és akkor négy egy csomó kérdezt elfogadjuk, és akkor köszönöm szépen a részvételt, és mondták a bizottságunk.